Így van. Nem fogok közmunkára menni. Á, minek? És Sopronban annyi állás lehetőség van kereskedelemtől építkezéseken át, ahol 15-ször jobban lehet keresni, mint akár egy közmunkásként. Jó van, ez van. Rengeteg munkaállás van itt Sopron környékén, meg itt az osztályhatárt, tud németül, az ki tud menni. Nem lesz nyugdíjam. Hát, ahogy a magyar gazdaság, meg a népesség csökkenés, meg egyéb okok vannak, szerintem amúgy se lenne, ha bejel vagyok jelentve. Hát milyen nyugdíjak vannak most, aki ledolgozott 60 évet vagy 70 évet, milyen nyugdíjak vannak? Semmi, lópicsa nyugdíjak. Én beszoktam fizetni magam után a TB-t, ha ugyan, úgyhogy nekem rendezve vannak a dolgaim. Hát az alkalmi jól persze, más. Nekem van bejelentett délelőttes munkám, ahol befizetik rendesen a TV-t, járulékot, minden. Hát az rendező van nekem a minden dolga nap felé, mindenhol. Az Adidas Nike, mind a kettőért. Most már meg tudom venni, most már mindegyikért. Nem hordok órát. De nem, nem rossz ötlet, csak nem hordok órát. Nem bírja a bőröm, hát nagyon meglátszik alatta. Nagyon piros lesz tőle. Azért van a telefon. Hát... attól függ, ja. Ha jó fizető állásról volt, akkor nyugdíj is. Hát egyre rosszabb lesz a nyugdíjrendszer. Hát nem is biztos, hogy lesz most. 50 év múlva. Nekem se lesz állami nyugdíj, persze. Nekem se lesz nagyon. Hát ha kapok 20 ezret, vagy 40 ezret, még jó van, talán egyszer kapok. Nem, egyszerűen nincs hozzá akatverőm. Meg angolul se kezdtem el tanulni, pedig az jobban áll a nyelvemre, de most mondom, már jó állásom normális, úgyhogy most nem érdekel semmi külföld. Addigra nagyon kevés lesz persze a munkás, egy 20-25 év múlva, hogy befizetések, meg a kiadások, azok még most se nagyon vannak. Még egyelőre még jó. Hát, milyen nyugdíjak vannak. Jó reggelt mindenkinek. Mit dolgozok? Fizikai segédmunka, cégneveket, meg egyéb dolgokat nem mondok, mert az magánügy. Nem bírja, semmilyen. Hát órától nem bírja a bőröm. Nagyon piros lesz utána. Látná a borotválkozás után, főleg át kell állnom majd elektrom mostra, mert nem, hát nem tudom miért viszked utána a bőröm, ilyen használok ilyen krémeket, meg nyíváltok, ezzel minden, nagyon érzékeny vagyok. Havi 200, az nem, de nem mondom el mennyi a fizetésem, az titok, nem szabad elmondani, mert dádát kapok. De semmi ilyet, ami munkával kapcsolatos, annyit mondhatok, vagy mondok, hogy fizikai segédmunka, ennyi. Mondom, meg annyi nyilvános adat van még, hogy Balatonszandón leszek, ott lehet velem találkozni, egyéb dolgokat még nem mondok, mert nem biztos, hogy tudom teljesíteni. Jó reggel, Dániel, Fölrösi. Jó reggel mindenkinek. Ó, 9 óra, 2 perc. Jó. Jóta megy alá. Alá. 20 perce. Jó reggelt mindenkinek. Nem mondok semmit. Lesz gameplay, későbben nem várható. Hát, amúgy is baszakodnék a copyright-tal vele, de nem. Magamnak játszok, de amúgy nem. Mostanában nem szoktam nagyon játszani, ugye mert dolgozom. Annyi idő van most így, mint hétvégén, de lehet, hogy szoktam itt hétvégén live-ozni. Hétköznap meg annyi idő van, hogy egy-két videóst megnézek, akire fel vagy hivatkozva, az ennyi szabad időm van. Hála Istennek. Hát sajnos biciklizés nincsen tényleg, semmi. Mivel szoktál játszani? Ugye RTS, ATS, SimCity. Jó van még. Mással nem nagyon. Még azok sem. Még azokkal sem nagyon. Ha van szabad időm, akkor ezekkel.
meg inkább videókat nézek YouTube-on, kerékpártúra videókat, stb. Meg ilyen dolgokat. Ajánlom mindenkinek Kobrankó videói, ingyen reklám, bár neki nem nagyon kell, aki szereti a túra videókat, azt nyomjon rá egy szubot a csatornájára, iratkozott erre. Nagyon érdemes nézni. Visszamenőleg is. Jó reggelt Attila, jó reggelt Gergely, szervusz Gergely, jó reggelt. Köszönöm a lájkokat, szívecskéket. Armin, Tiesto, Sean Paul, Paul Kalkenberg, remélem jó ejtemet, Timmy Trumpet, az a trombitálós, aki azzal szok a segédeszközzel, hát azt mondom, hogy azzal szokott tolni, az nagyon jó. Bebaszos live-ot nem tervezek, lehet, hogy élőben tolom majd a Balaton Soundot. Én nem iszom alkoholt, egyáltalán semmilyen alkoholt. Abból is gyógyszer szerek, nem is lehet, meg van tiltva nekem az alkohol. Maximum annyi olyan csokiba van, ami alkoholos cucca, ami csak érzésre az szoktam ennyi. Nem szerültem tervezesen, de alkoholosak. Én annélkül is jól tudom magam érezni, alkohol nélkül is. Úgyhogy ennyit erről az alkoholról. Nem dohányzom. Hogy semmilyen káros szenvedély. Káros szenvedély az édesség. De az nagyon káros nálam, meg kéne szokni. 10-15 kilót minimum le kéne kalni, most körül 95 körül vagyok rá, hogy szeretek enni, sajnos. Nem is tudom, igen, az órás témára még vissza, nem, évek óta nem hordok órát. 15 éve, 20 éve nem hordok órát. Van mobiltelefon az azért. Nem lenne rossz, ja. Nem tervezek kerékpártúrákat már az idén nagyon. Ez az idén kimarad. Itt a környéken szoktam biciklizni, amikor még szabad időm volt, de most már nincsen szabad időm, mert most ugye jön a World Fesztivál is, úgyhogy rengeteg munka lesz. Hogy én dolgozni fogok valószínűleg ez egész nyáron. Csak annyi szabad időm lesz, amikor eltöltök a Balatonszandon. Én 28 éves vagyok, 1990-3-án születtem Sopronban. Kedves Brandi Orvát. Ez ami rajtam van, ez olyan 22-3 ezer forint. Ami rajtam van. Nike Adidasra alatta a póló. Csak én ugye többet rendeltem, de ugye szeretem a feketét, a szürkét, és akkor ezt rendeltem. Most nem azt rendeltem, na. Várja, van benne, azt hiszem kék póló, az kéket rendeltem. De a többi mind szürke, ilyen fekete, a következő szett is. Ezek privát dolgok, a barátnő vagy csajozás, ezek privát dolgok, ezekről nem beszélek mások engedélye nélkül. Szervusz Bence, de hát nagyon patika, így van. Teljesen megváltoztam, figyelj, stabil munka, csodákra képes, és van belőle kettő, stabil jövedelem, és tudod elkölteni a pénzedet, amire akarod, még hó végén is. Most is van nálam, itt a bankkártyán kívül, ami sok pénz van. Most is van, mutathatom, most is van nálam egy 10 000-es, de több pénzt nem tartok. 15 ezer forint van nálam, de ennyi. Ez csak úgy, hogy itt van a pénz a francba. Mondom. Most még tudnék elmenni cipőt is venni akár. Még hó végén. Azért mondom, megváltoztam, igen, próbálok változni, 7-8 évent azért változik el az embernek, én is megpróbálok most ez irányba menni, és az emberekhez közvetlenül hozzáállni. Egy-két fia van, azt leszarom. Nem láttam még a bosszúállókat, nem néztem meg. Nincs nagyon időm nekem filmet nézni, mondom, még a YouTube-on, akikkel fel vagyok iratkozva, fél videóját nem láttam, 10-15-20 videót mindig nem láttam, nekem nincs nagyon. Na most elmondom nektek, hogy melyik videósokat szoktam nézni. A legtöbb spirituális is van közte, meg ilyen hírcsatorna is van közte, amit szoktam nézni.
És ezeket én rendszeresen szoktam nézni, és el fogom neked mondani. Feliratkozásaim. Azt mondja, van nekem ilyen, hogy ST22 Lacika. Ugye az alap kamionos. Plate Shot, arra is valahogy kiratkozva. Pam Kutya, Radics Peti. Van ilyen, hogy rendőrségi aktivitás, ugye Police Activity. Ilyen rendőrségi videókat tesztek fel az Amerikai Egyesült Államokból, hogy kiket és hogyan tartóztatnak rá. Van ilyen van ilyen, hogy szerinted, hát ugye egyértelmű, sokan fel vannak rá iratkozva. Magyaros is abban Enigma TV, van ilyen, hogy Bartos, ugye az szerint fel vannak rá iratkozva. Hihetetlen magazin, Kobrankó, az Ádám Mobira is fel vannak iratkozva, elmondom nektek. Armin, ATV, Atais nevezető egyén, ajánlom mindenkinek. Fodor János, főzős videó készít. Floridából, Enigma világa, hát ezekre vagyok feliratkozva. Alkalmi barátnő van, ha ez érdekel. Ugye érted, mire gondolok az alkalmi. Barátnő nincs, alkalmi van. Kovács Dani, szervusz, szok, jó reggelt mindenkinek, alkalmi partnerem van egyelőre. És nem is kívánok, hogy állandó legyen. Hát amíg meg tudom fizetni. Alkalmi partner. Nem szégyen, de hát ez van. Többek között, meg van több oldalas lelkereső, van elég sok romba. Csak bírja megfizetni. Jó reggelt, Zsolt Boros, mindenkinek. Lassan fél óráig, pedig csak annyira jelentkeztem be, hogy elmondom, hogy mi lesz a jövő héten. Nem járok templomba, de vallásomat sem gyakorom, de van egy teremtő, én hiszek abba, igen. Na jó van gyerekek, lassan véget ér a mára meló munka mára, szevasztok, sziasztok, legyetek!